tavaly augusztus 29-én a Városnapján mutatták be a szekszárd történeti kulturális gyökereit feldolgozó több mint 300 oldalas könyvet. A másfél éven át készített tanulmánykötet 10 kutató esetenként évtizedek óta tartó munkáját foglalja össze olvasmányos formában. Tulajdonképpen a szekszárd korai történetétől kezdve egészen napjainkig a legutolsó választásokig vannak benne információk. Tehát szekszárd korai története, a honfoglalás előtti korszak, aztán ahogy végigmegyünk a történeti korszakokon, tehát a kronológiához alkalmazkodva készültek a fejezetek, és a szerzők is úgy készültek, de a kronológián belül tematikus csoportok vannak, tehát a városlakókról, a városgazdálkodásáról, az egyházakról, az iskolákról, a mindennapi életről, tehát azt próbáltuk bemutatni, hogy az elmúlt évszázadok, évezredek alatt az itt élő emberek hogyan éltek a mindennapokból, mi az, ami foglalkoztatta őket, mi az, ami érdekelte őket. Egyrészt a szekszárdiaknak, szekszárdi fiataloknak, szekszárdi idősebbeknek, tehát mindenkinek szántunk szekszárdon. Miután nem egy szerzőről van szó, hanem 10 szerző írta ezt a könyvet, mindenki saját kutatási területének megfelelően, ezért célszerűnek látszott az, hogy mindenki beszéljen magáról, a saját fejezetéről, a saját kutatási témájáról. Szekszárdról mondhatni rengeteg monográfia, úti könyv és tanulmánykötet készült, ám ezek legtöbbje nem kifejezetten a társadalom legszélesebb körét célozta meg. Egyebek mellett e tekintetben hozott igazán jelentős újítást a Szekszárd, ahol élünk című kötet. A könyv köszöntőjét Ács Rezsi, a város polgármestere írta. Nem véletlenül, hiszen az ötletgazda is ő volt. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan könyvet kellene letenni az asztalra, amely egyik oldalról a könyvesport díze is lehet. Azt gondolom, hogy ennek a célnak maximálisan megfelel, külsőleg és tartalom szempontjából is. De mindenképp azt szerettük volna, hogy a történelemképzés oktatás része legyen Szekszárdon. Ez szükség volt arra, hogy egyrészt a könyv tartalmának a feldolgozásához szükséges munkafizet elkészüljön, ezt a Gesztesénik elkészítették egy tanári gárda közös munkavégeredményeként, illetve elkészüljön hozzá egy tanítási segédlet is. A könyv tehát érdekes olvasmányként és a hozzáírt munkafüzetnek, valamint az ahhoz járó megoldó kulcsnak köszönhetően tananyagként is kézbe vehető. Sőt, mostantól már a sorok mondhatni meg is elevenednek. Havonta egy alkalommal, ugyanis minden hónap első csütörtökén az I. és Gyula megyei könyvtárban mutatják be a szerzők, hogyan készültek az általuk jegyzett fejezetek. Miután én vagyok a kötetnek a szerkesztője, így velem kezdődik ez az egész, hogy hogyan is született meg a könyv, milyen elképzelések, milyen gondolatok mentén terveztük meg a kötetet, hogyan hoztuk össze a szerzőgárdát, illetve hogyan volt az egésznek a megvalósítása, hiszen azért ez egy elég hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mikor kezdtük el, másfél év alatt született meg ez a könyv. Nyilván ehhez kellett az, hogy itt a szerzők már hosszú évek, évtizedek óta foglalkoznak ezekkel a kutatási témákkal. Világtörténelem, magyar történelem után a középiskolákban, illetve felső tagozatban pedig szekszárd története is a gyerekek tananyagában szerepel. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy egyrészt megértsék azt, hogy a családjuk sorsa, múltja, és véletlenül a jövőre miért alakul úgy, ahogy alakult, és ez talán a városhoz való kötődést, a szülőföldhöz való kötődést is jelentős mértékben fogja erősíteni. Emellett egyébként ilyen színvonalú, ennyire gazdagon illusztrált, összefoglaló könyv a város történetének feldolgozását, illetően az én tudomásom szerint még nem született. Az előadások során a résztvevők betekintetnek tehát a kötet elkészültének kulisszatitkaiba. Nem titok, hogy az egymáshoz csak lazán kapcsolódó kutatások egy igazán olvasmányos, gazdagon illusztrált kötetbe szerkesztése nagy feladat elé állította az alkotókat. Ami igazán nehézséget okozott a könyv létrehozásánál, hogy egyrészt eredetileg tankönyvnek készült, de mi egyikünk se tankönyvíró. A másik pedig, hogy olyan olvasmányos legyen, ami nem egyrészt megfelel a tudományos követelményeknek, másrészt azért a nagy közönség számára szóljon, tehát kellemes, olvasmányos, érdekes legyen. Tehát ezt azért nem volt annyira könnyű összehozni. Kértem, hogy a
szerzők, a kutatók próbálnak meg új szempontok alapján az eddigi forrásokat, feltárt forrásokat, vagy új források után kutatni és megnézni, és nagyon sok új információ került felszínre szerintem, ami egyrészt a kutatót is meglepte, másrészt az olvasókat is meg fogja letni. Jó, hát nem találtuk fel a spanyol viaszt, mert hát nyilván nem alapvető dolgokon ez nem változtatott, ezek a kutatások nem változtattak rajta, viszont nagyon sok érdekes új részlet került napvilágra.